Az Együtt Könnyebb Klub, ami az Egyesületnek az elődje volt tulajdonképpen, a 22. évfordulóját ünnepli, és a Dabas és Térséggel Látássérültjeinek Egyesülete ebből a klubból kifejlődve a 10. éves évfordulóját ünnepeljük most. Milyen volt ez az elmúlt 10 év? Hát elég nehéz volt. Először is ugye a megalakulásunk már, ha a legelején kezdeném, mert ugye ez egy kicsit problémákba ütközik, mire ugye cégbejegyzés, meg bélyegző, meg bankszámla szám, meg, tehát ami ezzel, hogy egy bejegyzett cég legyünk, ezzel járó tortúrákat, mire végigjártuk, elindultunk, és utána ez jelentett is előnyt a számunkra, hogy adó 1%-ot gyűjthettük, és nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki az adója 1%-át nekünk adja, és ezzel segíti a munkánkat, illetve pályázatokat a Nemzeti Együttműködési Alapnál nyújthatunk be pályázatot, ami szintén attól tudunk egyáltalán létezni, mert onnan tudunk pénzt szerezni magunknak. És a tagság az kicserélődött sajnos, elég idős a társaság nagy része, többen elmentek már közülünk, újabbak jöttek, úgyhogy pont azt számolgattam most az előbb össze, hogy akik 93-ban megalakították az Együtt Könnyebb Klubot, azok közül már csak 5-en vannak itt. A többi az sajnos már nincs közöttünk, illetve újabbak, akik a látásukat később veszítették el és léptek a sorainkba. Az ünnepségre a dabasi városvezetőkön kívül civil szervezetek és más településen működő testvéregyesületek is meghívást kaptak. Elsősorban az a célom, hogy ugye a nagy része sötét vak, de azért vannak olyanok is közöttünk szép számban, akiknek még valami kis látásmaradványa van. Hogy olyan eszközökhöz hozzájutassuk, ami az egészségi állapotát, illetve a munkáját könnyíteni. Beszélő eszközökhöz, vagy ilyen nagyított szövegű, címkéző, meg különböző ilyen eszközökhöz, amiket konyhatechnikai eszközökhöz jutatni. Tehát akinek amilyen segédeszközre szüksége van, ha engedi, amennyire a lehetőségeink, a pénzkeretünk engedi, ilyen ajándékot szánnék, illetve ha még tudnánk innen-onnan szerezni valami kis tartós élelmiszercsomagot, mert a nagy többség az azért bizony kis nyugdíjas, és főleg egyedülálló, akinek hát problémát jelent, és gondolom, hogyha egy egyszerűbb kis tartós élelmiszercsomagot kapna, az ünnepekre nagyon megörülne neki. A köszönet és a hála virágait is közben szeretném odaadni azoknak a személyeknek, akiknek igazán tartozok. A Dabasi Önkormányzat részéről köszönni tudok, és köszönteni tudom a jegyzőasszonyt, akiről tudjátok, hogy a kislányom. Ő képviseli az önkormányzatot, ez van. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a VGK elnökét, Fodor Ágnes asszonyt, illetve a Budapestről érkezett kedves segítőket, Mészáros Ági alelnök asszonyt, Eleki Abigélt, aki szintén az egyesületünknek nagyon nagy segítője, Valikáról nem is beszélve, akihöz fordulunk állandóan minden ügyes-bajos ügyünkkel. Ibolyának köszönöm, hogy itt van a kislányával. Nagyon szépen köszönök minden segítségeteket, amit 10 éven át előtte és utána még gondolom, hogy a számunkra biztosítotok. Még egy nagyon fontos személyt szeretnék köszönteni, tiszteletbeli elnök asszonyunkat, Marika nénit, aki az 1993-ban megalakított Együtt Könnyebb Klubbal megalapozta az egyesületünknek a létrejöttét egyáltalán. Emlékezzünk arra, hogy Marika néni és Nagy István, aki már sajnos nincs közöttünk, ők alakították ki ezt a klubot, ami fejlődött nagyon szépen 10 évvel ezelőttig, Marika néni áldozatos munkájával, meg már én is oda csatlakoztam és segítkeztem a Marika néninek, és együtt alakítottuk ki ezt az egyesületet. Együtt jártuk végig Marika nénivel ezt az utat, hogy egyesületté alakulhassunk ennek a
cégbírósági bejegyzéséig, meg minden tortúrájával együtt Marika néni végig ott volt, és gyakorlatilag ő intézte, én pedig csak segítkeztem. És miután ez az Egyesület Ági és a polgármester úr segítségével hát elindult, Marika néni akkor engedte el a kezemet, és akkor gondolta azt, hogy innentől fogva talán ezt az Egyesületet irányítsam én. Marika néninek köszönöm szépen! Virágcsokorral köszönték meg dr. Jakab Éva és dr. Deák Antónia szemészek eddigi munkáját, valamint a Kossuth Művelődési Központ segítségét is. Majd Fodor Ágnes a Budapesti Egyesület nevében köszöntötte a vendégeket. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Dabas és térsége látássérültjeinek Egyesülete a 10. születésnapját ünnepli, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, hogy az Együtt Könnyebb Klub 22. ha jól számolom, igen. Marika néni, ugye 22. születésnapját, mert ez nálunk így egybefonódott, és nagyon-nagyon örülök, amikor Marika nénivel évente egyszer itt találkozhatom, mert ahogyan Editke nagyon sokat tanult Marika nénitől, én is rengeteget, én emlékszem még 10 évvel ezelőtt, amikor Marika néni rendre sorra minden jelentős esemény előtt följött Budapestre, megkeresett, és elmondta, hogy szerinte hogy legyen, mint legyen, és én ebből nagyon-nagyon sokat tanultam, és nagyon-nagyon jól esik visszaemlékezni erre, úgyhogy nagyon örülünk, hogy Marika nénit ismételten ilyen jó egészségben és jó kedéllyel találtuk. Nagyon-nagyon fontos esemény az Egyesületünk életében, az, hogy minden évben itt legyünk. Minden évben itt vagyunk az évfordulós ünnepségeken. Ez egy kiemelt jelentőségű program számunkra, úgyhogy én is igyekszem mindig úgy szervezni az időbeosztásomat, hogy itt tudjak lenni. Az elmúlt 10 év alatt tényleg nagyon-nagyon sok változás történt, és nagyon-nagyon büszke vagyok a kollégákra. Azt kell mondanom, hogy már sikerült azt elérnünk, hogy 16 látássérült közösséget támogatnak és szerveznek a kollégák, és hát egy fantasztikus példa mindannyiunk számára a Dabasi közösségnek a szervezése és annak az egyesületi formája. Úgyhogy 8 vidéki településen van jelenleg látássérült közösség, akiket szervezünk, és Budapesten is van 8 kerület, ahol már most nagyon-nagyon aktív közösségi élet történik, és hogy miért van ennek akkora jelentősége. Azt nyilván nem mondok ezzel újat, hiszen mindannyian érezzük és megéljük, hogy mennyire jó egymás közt lenni, mennyire jó egymással megosztani az embernek a búját, baját, örömét, mennyire jó azt megbeszélni egymással, hogy mi az, ami sikerül, mi az, ami nem sikerül, mi az, ami hogyan sikerül, hogy hogyan kell másként csinálni, és az ember nagyon-nagyon sok erőt merít azáltal, hogy hát ő neki is sikerült, és meg tudta tanulni azt, hogy hogyan lehet vakon főzni, hogy hogyan lehet a kudarc után mégiscsak fölállni, és egymástól praktikákat, tippeket tudunk tanulni, és valahogy újult erővel neki látni, hiszen a vakon az élet az nem egyszerű. Személyiségfüggő, van, aki kihívásnak éli meg, van, aki nehézségnek, de hogy nagyon-nagyon fontos az, hogy egymástól mennyi pozitív támogatást és támaszt kaphatunk. Ez nagyon fontos, ezért csinálja szerintem minden kollégám, hogy ebben a legmesszebb menőkig segítséget tudjon nyújtani. A rendezvény második felében a Pálóczi Színház előadását hallgathatták meg a jelenlevők.